ez a csávó nagyobb sztár volt a 80-as években, mint a Majka meg a Flortumi együttvéve. Létezik az a jó érzés gyomorban, amikor tudod, hogy na most valami igazán különleges dolog történik. Én valami ilyesmit éreztem a legutóbbi Periari és a Pillangó koncerten. Első perctől fogva éreztem benne a rendhagyót. Nem a rendetlent, a rendhagyót. A rendet a világban és maga körül felkavarja, tehetséget sugároz, fest, rajzol, játszik. Olyan elképesztő számokat ír, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Mondok Ivet vagyok. Berencsi Attila, azaz Beri Ari rajongó már gyermekkorom óta. Aki nem is tudhatta, hogy a filmjeiben nyújtott alakításai mennyire meghatározóak voltak számomra. Felnőttként, opera énekesként találkozhattam vele életemben először. A közös koncertünk a mai napig elevenen él bennem. Fantasztikus élmény volt. Beri Ari, Berencsi Attila. Óriási fazon, nagyon-nagyon szeretem. Igazi művész lélek. Imádom a festményeit, a képeit, meg a humorát, meg az intellektusát. A zenéje meg, hát már a 80-as években meghaladta a korát. Amikor a humor és a tehetség találkozik a szerénységgel, számomra ez a legkedvesebb kombináció. Amikor behangzott a nálunk a hajnal, akkor az elsősorban 50 éves tarkopasz meglett férfiak zokogtak, a könnyei potyogtak, annyira meg voltak hatódva. Úgyhogy ha ezt újra át akarod élni, akkor gyere el, hogyha lemaradtál róla, akkor most már muszáj eljönnöd. Rendesen ötvözve van benne a 80-as évek lázadó időszaka a mai hangzásvilággal, a mai zenei kultúrával. Kiszámíthatatlan válaszokat ad, kiszámíthatatlan kérdéseket tesz fel, kiszámíthatatlanul gondolkozik, megnevettet, megrékat, elgondolkodtat, szinte már idegesítően tökéletesen szabálytalan. És hogy még zenél is, ezt tényleg lehet fokozni? 30 éve egy nagyon komoly hiánnyal, egy nagyon komoly hiátussal küzdünk, mondhatni, hogy egy fekete lyukkal, amely kialakult az akkori énünk és a jelenlegi önmagunk között, mert nem tudtunk értelmezni egy helyzetet, hogy akkor mit kerestünk, és hogy most hova jutottunk. Beri Ari és a Pillangók végre megadja a választ, 30 évet pótol, 3 gyerek évtizedet, amelyre nagyon nagy szükségünk volt. Enélkül azt hiszem, hogy a jövőt nem tudnánk elkezdeni. Köszönjük szépen, Berencsi Attila! Amikor meghallom a zenéjüket, akkor feláll a szőr a kezemen, és teljesen beleborsózok, annyira átélem az egészet. Visszaadják a fiatalságomat arra a kis időre, amíg a zenéjüket hallgatom. Sziasztok, Jancsó Zoltán, festőművész vagyok. És most igazán ez a téma foglalkoztat engem. Persze ez még csak vázlat, izgalmas lesz.